Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban? Love Story. És azután. Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök a Love Story és azután című műsorunkat látják. Az a házaspár, akit ma behívtunk, Paxról jöttek, és szeretettel köszöntöm, és egybe bemutatom a kedves nézőknek is Szabó Attilát és kedves feleségét, Magdit. És kérlek benneteket, így szoktuk mindig kérni a vendégeinket, hogy először nagyon röviden pár mondatban mutatkozzatok be. Köszöntünk mi is mindenkit, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Szabó Attila vagyok, Paksról vállalkozó. Nagy örömmel vagyunk itt. Köszönöm, Magdi. Szabó Attilán, én Magdi vagyok, az ő felesége, és egyben a segítő társa, mert a vállalkozást közösen végezzük, és két gyermekünk van, egy nagy fiunk, aki 35 éves, és egy kisebb lányunk, aki 22 éves. Ez a két gyermek egy boldog házasság gyümölcse. És ha jól tudom, akkor vannak unokáitok is? Igen, a nagyfiunknál már van két kisunokánk, az egyik 5 éves a kisfiú, a kislány pedig 2 éves. Ez csodálatos korszak, ha jól tudom, de majd később beszélünk róla. Most a Love Story-tól kezdjük el. Ha jól tudjuk, ennyit tudunk a sztoritokból, hogy amikor összeházasodtatok, meg előtte is nem voltatok keresztények. Tehát ti vagytok az a házaspár, akik jóval később találtátok, vagy az Isten talált meg benneteket. Így van, amen. Ki kezdi a Love Story-t? Talán a Magdit kérdezem. Jó, akkor kezdem én. 1986-ban egy húsvét második napján történt az eset, hogy én, aki soha, de soha nem mentem el egy olyan lepukkant kocsmába, mint ami nálunk volt. Nem mondd be a nevét. Nem mondom. Szóval én oda el kellett, hogy menjek. És azt mondom, hogy nincsenek véletlenek. Ez az, szerintem már akkor is az Úr akaratában volt, hogy mi megismerjük egymást úgy, hogy tényleg ez a kapcsolat létrejöjjön. Mert mindenki ellene volt, tehát senkinek nem tetszett ez a kapcsolat. Tehát akkor te nem olyan lány voltál, aki ilyen kocsmákba vagy? Nem. Én elit helyekre jártam, és baráti társaságom is olyan volt, hogy heten voltunk fiúk, heten lányok, és mi nagyon jó barátok voltunk. Elmentünk, eljártunk együtt szórakozni, a fiúk mikor katonák voltak, mentünk meglátogatni. Hát... És Attila ott volt ezen az estén. Igen, és akkor is olyan a fiúkkal jött, akiket én ismertem, mert az egyikkel együtt dolgoztam, ott volt tanuló, ahol én dolgoztam. És ezáltal ismerkedtünk meg. És te szemelted ki őt, vagy ő téged? Nem, ő jött oda hozzá. Akkor most te következik, kedves Attila. Igen, ez egy húsvéti másnap volt, ami szoros értelemben tényleg másnap volt. Eléggé fáradt időszak volt. El voltunk a baráti körrel, és abban az időben azért tojás mellé mást is fogyasztottunk, nem csak tojást. Akkor ment a ital is. Hát én nagyon nem bírtam az italt, de azért benne voltam a csapatba, és elég jó sikerült a felmentés a garatra. Átmentünk a szomszéd faluba, és bementünk mi is abba a kocsmába. És hát ott találtam meg a Magdit, ami, hát azt nem mondom, hogy isteni kiválasztásnak tűnt a dolog, de valahogy összejött a kapcsolat, és mikor véget ért a nagy diszkózene, kikísért a busz megállóba, és emlékszem a sztorira, hogy fehér naci volt rajtam, és akkor vártuk a buszt, 10:40-kor jött, vagy mikor, és hát leültem egy homokkupasz szetejére, és akkor ott beszélgetünk, azt mondta, hogy te koszos lesz a nadrágod. Hát én, mint kedves fiatal ember válaszoltam neki, hogy nem te mosod, ne foglalkozzál vele. Így kezdődött a Love Story-ink. Idáig most ez a nap eddig tartott. És utána mi következett?
Utána megbeszéltünk egy randevút, és elmentem, de úgy voltam vele, hogy úgyse fog jönni, ebben biztos voltam, hogy... Miért úgy tűnt, hogy komolytalan a fiú vagy? Vagy mi ez? Most, akik... Miért gondoltad, hogy úgyse fog eljönni? Igen, akik nekem úgy leírták, hogy milyen... hogy viselkedik meg. Én is azért családból hírből... származik, tudod, azért aha. Volt egy már kis faluban, az elején, faluban már azért vannak ismerettségek. Az elválasztási szándékok megjelentek az én családomat, azért megvannak az előítéletek, ami nem is volt előítélet, csak nem valós dolgok voltak. Úgyhogy kiderült, hogy mi nem passzolunk egymásnak, ez volt a fő lényeg. Mármint a kívülállók. Kívülállók számára, szerint, így van, igen. Így van, így van. Igen. És akkor elment a következő randira, tehát találkoztatok. Igen, akkor ő még katona volt, és akkor én vártam türelmesen addig, amíg leszerel, tehát úgy, hogy... És akkor hány év volt? Akkor még nem is egy év volt a katona, vagy egy év volt a katonaság? Hát akkor még másfél volt. Másfél. De már a végét járta, amikor... Akkor egy szakmai kérdés katonasággal kapcsolatban, tehát amikor a diszkóba találkoztatok, akkor is katona voltál? Az voltam, de nem úgy viselkedtem. Az volt? Katona voltam? Akkor katona igen, voltam. Na igen. Azért, mert oda csak előírt egyenruhába lehet menni. Kimenőruhába. Ezt a szabályzatot mi nem ismertem. Mert mondtad, hogy fehér nadrágban voltál. Így van. Na, utólag látod. Nem voltam, mint a katona, úgyhogy azért egyszer-kétszer bennültem, ahol kellett ülni. Igen. Még egy kérdés, mert mondtad, hogy... Hát úgy a garatra felöntöttél talán aznap is, ha jól értelmeztem, amit mondtál. Ez segített a bátorságban, vagy alapból bátor voltál, úgymond ismerkedni? Nagyon érdekes nekem a családi vonulatom, mert azért édesapám 46 évesen akasztotta föl magát csontrészegen, annak az apukája 46 évesen akasztotta föl magát csontrészegen. De most azért, mikor az ember jön egy ilyen helyzetből, és nem volt alkoholista apám, nem erre, csak mikor ment, akkor elszakadt a gépszé, amúgy egy nagyon melós ember volt, de tényleg ilyen helyzetből jöttünk, és amikor az ember valamibe beleszocializálódik, belekerül, akkor az hozza is magával valamilyen szinten, én tapasztaltam meg az életemben, és nem jó híre volt ez a Magdi szüleinek, nem tetszett, hogy ilyen... Hát úgy emberileg azért érthető. Mindenképpen, te ismét ötöst adtam nekik, úgyhogy... Nem biztos, hogyha az én vejemnek ilyen családi háttere lett volna, és én ezt tudtam volna, akkor, hogy mondjam... Nagyon happy lettél volna. Így van. Ez így igaz, ez meg is érthető teljes mértékben, hogy semmi kivetni való nincs benne. De azért akkor menjünk a jobb sztorik felé, tehát így indult az életetek, de azért lett belőle egy nagy love. Mennyi időre házasodtatok össze a megismerkedésetektől? 88 májusában házasodtunk össze. Tehát durván két év múlva. Két év. Közben ő elment Németországba dolgozni, azt is megvártam, tehát... Wow. Én ilyen türelmes voltam és vártam. Kitartó volt. Igen, és ez a mai fiatalokra nagyon nem jellemző, hogy kitartsanak valaki mellett, aki ott hagyja őket akár egy évre vagy kettőre. Ő is azért ment ki, hogy jobb életünk legyen. És de abban már nem úgy sikerült. Azok az időszakok azért az embert viszi sok minden. Kifele fiatalon kezdtem még a külföldre menetelt, 19 éves voltam, amikor először kimentem külföldre dolgozni, van benne sok szép dolog, háromszor annyit kerestünk, mint a kelet-németek, azért egy más világ volt, más lehetőség, de általában egy reklámszatyorra jött haza mindenki. Én nekem is annyira sikerült, hogy egy Skodát tudtam venni belőle, ez lett a nagy, mert azért ott az embert viszi, ez az jobbra-balra, de érdekes volt, mert azért épp édesanyámnak én mondtam, mama, mondom, én azt hiszem, megtaláltam a feleségnek valót, így még az elején. Nagyon érdekes ez, mert aztán úgy, nem azt mondtam, hogy annyira úgy viselkedtem, de ugye, tényleg ez úgy bennem volt, hogy megtaláltam a feleségnek valót, és ezzel úgy akkor le is zártam ezt a részét, és tényleg meg is valósult ez a dolog az életünkbe. Hát egy kicsit ugrunk, jó, mert összeházasodtunk, akkor oda költöztünk a Magdinak a szüleihez, és ott éltünk, hát vállalkozást próbálkoztunk, de hát eléggé
eléggé tudatlanok voltunk, legalábbis én tudatlan voltam így a vállalkozás területén, mert azért nem olyan egyszerű csak belesni az ember. Én villanyszerelőként végeztem az iskolába, de jöttek ezek az új időszakok, akkor lett vállalkozó, akkor elkezdtünk más területet próbálni meg, belementünk egy vásározásba, belementünk pesenyesütésbe, utána 14 évig vásároztunk. Wow. Az azért az legényes volt, mert hétvégén kettünk, éjfélkor, egy órakor végeztünk, délután 5 órakor, azért kijártuk az iskolát, hogy a munkát is meg kell tanulni, hogy hogy működik a munka, és egy magasabb, más minőségbe. De én szerintem nagyon nagy áldás volt ez, hogy ezen túlmentünk, mert azért másképp állunk a dolgozóinkhoz is, hogy mi is ezt azért csináljuk, végigvittük, dolgoztunk keményen. Azért tudjuk, hogy amit ők végeznek, az is nagyon komoly munka. Mi vendéglátóban dolgozunk, 23-24 emberrel dolgozunk együtt, annyi munkatársunk van. Éttermet vezettünk, van egy pecsenyesütőnk, azért megmaradt a régiből, és van egy pecsenyesütő, kiszállítunk. Elég sok olyan 6-700 emberrel dolgozunk, akire főzünk minden nap, úgyhogy hála Istennek elég jó a hírünk Pakson, jó megy a üzlet is, de hát sok a munka is benne, de mondom, vannak nagyon komoly munkatársaik, nagy áldás, hogy tényleg olyan embereket tudunk dolgozni, akik oda teszik az életüket erre. Mindenki megbízható, kiszámítható, nagyon nagy áldás, azt tudom mondani. De azért még térjünk vissza a Love Story-ra, mert hogy ebben az időszakban még nem voltatok keresztények, és igen. Hogy tudtatok egymáshoz alkalmazkodni? És nem mellékes körülmény, hogy a anyósnál, ugye, tehát a Attila oldaláról az anyósnál laktatok, ami... Após-anyós, igen. Igen, érdekes egy konstelláció, igen. Igen. Hogy az hogy oldódott meg a te szüleid életében, hogy az Attilát végül is, ha már hozzámentél, akkor hogy fogadták, vagy hogy állt, hogy viszonyultak? Kénytelenek voltak elfogadni, mert azért szerettük egymást. És az eleje az nagyon jól indult, de viszont már nekem is sokszor rossz volt, hogy közbeszóltak, beleszóltak mindenbe. Szóval nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogy szerettük volna. Aztán bejött az is, hogy Attila is kicsapongó életet élt emellett, hogy ott laktunk, akkor visszajárt külföldre is, néha pár napot ott töltött, akkor visszajött, és egyre jobban, hogy mondjam, úgy marakodtunk, veszekedtünk. És ez egyre jobban fajult el, hogy már odáig fajult, hogy válás. Tehát már komolyan beszéltetek arról, hogy elváltok, vagy csak úgy fontolgattad, mondjuk talán inkább te, inkább. Ha jól értelmezem a szitut. Hát ő volt a sértett fél, úgyhogy igen. Sajnos, így van. Tehát én voltam az, aki még szinte beszélni se tudott vele, hanem egy levelet írtam, és abba írtam meg minden bánatomat, fájdalmamat. De már közben ott volt a nagyfiam, aki óvodás volt, és apa nélkül nőjön föl. De döntenem kellett, mert ezt az életet én nem bírom tovább csinálni, hogy ő mondjuk iszik közbe, elmegy, otthagy. Ha ő úgy gondolja, akkor elmegy, iszik, és nem foglalkozik velünk, hogy velünk mi van, mi történik. Anyagilag nem úgy éltünk, ahogy kellett volna. Tehát egyre jobban züllött lefele, meg egyre jobban ment tönkre a házasságunk. Uh-huh. És én ezt nem néztem jó szemmel. És hogy reagáltál erre a levélre? Hát a levélre? Előtte tértem én meg? Nem. Utána? Hát sajnos igaz volt a levél. Általában úgy működött akkor a kapcsolatunk, hogy akkor ha valamivel megbántottam magit, akkor 3 napig nem szólt hozzám, úgyhogy ilyen csendszünet volt az ott a büntetésnek, ha ezzel majd nem tudom. De mindenki hozza, még egyszer visszatér, mindenki hoz egy valamit, ami egy olyan az életében az embernek, hogy abból jó, hogyha meg tud szabadulni. Mert tényleg haverok is vannak, azért a jó erkölcsöt, ami nem volt nehéz megrontani,
az nem volt. De voltak haverok, voltak kapcsolódások, menjünk ide, menjünk oda, akkor a kisfaluba, ahol laktunk, ott is kialakult a Józsival, tudod, azzal is, az meg kamionos volt, az meg ki tudta inni a kocsmát egyedül, a semmi baja nem volt. Úgyhogy volt egy kapcsolataink, ami úgy meglepően hatott az életemre, akkor még akkor az első részét a vállalkozásunknak büfével kezdtük, abban volt alkohol is, akkor voltak benne egy-két dolgok, ami megint olyan, na mindegy. Az a lényeg, hogy nem jó volt, amit én produkáltam, az. Minden volt csak az, aminek kellett volna lennie. És akkor ez a levél, ez hatással volt azért rád? Hát mindenképpen biztos, hogy hatással volt rám, de ez nem azt jelenti, hogy megváltoztatott, mert az a levél, az kevés az, hogy megváltozott az ember. És akkor ezután, a levél után, akkor külön mentetek, vagy pedig? Még nem. Még nem. Vártam, mert türelmes vagy. Igen. És valahogy meg is bocsájtottam akkor mindig. És ez a nehéz, megbocsájtani másnak. Mert tett olyan dolgot, ami szörnyű volt részemre, és mondtam, hogy ezt is meg kell tudnom bocsájtani, mert ha nem tudom megbocsájtani, akkor vége a házasságunknak. És ekkor még nem is voltál keresztény, tehát voltam, akkor nem volt egy alapod erre. Nem. Abszolút. Azt sem tudtam, mi az, hogy kereszténység. Hát figyelj, én katolikus, nem katolikus. Baptista volt a nagypapám. A nagypapámnak volt, baptista, igen. Mondani. Egy baptista hátteret hoztam magamnak. Igen. Én oda jártam kis gyerekként, és az nagyon tetszett. De amikor templomba kellett bemenni, az már nem. Már nem az én világom volt. Közben ugye jött az a rendszer is, hogy az én édesapám is kommunista volt, a nagybátyám is pártitkár volt, tehát mi templomban nem mehettünk. Úgyhogy a templomot én úgy ismertem, hogy egyszer kiszöktünk és megnéztük az éjféli misét, hogy milyen, de nem ragadott el, nem ragadott meg ez a vonal. De viszont a baptista vonal az nagyon megragadott. És ugye nem voltunk megtérve, mikor ez az eset történt, de rá pár évre, az Ati 6 éves volt, igen, 95-ben Attila egyszer hazajött azzal, hogy ő elmegy este az anyukájával, hogy ő megnéz valami istentiszteletet. Mondtam, na, megint kezdődik, ő megint elmegy, este megy, az anyukával takarózik, tehát itt ennyi. És nekem megint az jön, hogy most megint valami olyan dolog történik, ami nem lesz jó a részemre. És hazajött, és egész más lett. És ez egy úgy, alkalom igen. után? Igen, úgyhogy észrevettem rajta, és akkor ő hívogatott engem, hogy menjek el, és nézze, nekem, hát nekem nem kell, hát minek? Én jó vagyok, nem én voltam a rossz, ő volt a rossz, tehát ennek ő viselje a következményét. De én nem voltam rossz, és... Attila, mi volt az, ami történt akkor veled ezen az első alkalmon? Hát először is úgy kezdett, hogy elkezdte Isten valahogy a hívását felém közvetíteni. Érezted? Hogy volt ez a hívás? Úgy éreztem, hogy mikor mentünk dolgozni, akkor kérjem azt, hogy ne legyen eső. Meg ilyen dolgokban, és úgy valahogy éreztem, hogy... És akkor bementünk Pakson, paksi piacra jártunk, nagyon elején voltunk, akkor nagyon érdekes volt Istennek a vezetése, mert ahogy összerakta ezt az egészet, kicsit ugrok vissza, jó? Mert amit megvettünk, pecsenyes sütőt, egy ilyen sátoros dolog volt ez, azt egy nénitől vettük, Dunaföldön nénitől vettük, és hát mondtuk, hogy nem bírjuk kifizetni egyben, majd valahogy kifizetjük alkalmanként, és megjelentek nála másnap, hogy megveszik, kifizetik egybe, és nem adta oda, nem tudta adni, nekünk adta oda. Annyira benne volt Isten a kezébe az egészbe, és mikor elindultunk ebbe a vállalkozásba, ez nagyon érdekes volt, mert Paks felé levitt. Hát először emlékszem, 2500 forintot árultunk,
úgy néztek bennünket, mint a piros kukoricára, hogy mit keresünk mi ott. Na mondom, ez nem semmi, 2500 forint, ez semmire nem elég, de mindegy, hazamegyünk. Kineszenetben volt. Utána megint mentünk, próbálgattuk ezt a piacot, és ott volt az út mellett egy ilyen sport nagykereskedés, kiírva egy faházba, a vasútállomás mellett, és akkor hát én szerettem a sportcuccokat, mert én fociztam valamikor még fiatal koromban, még rúgtam a labdát, és szerettem a sportos cuccokat, mondom, bemegyünk. Hát ott volt a Meleg Laci barátom, aki egy komoly traumába volt, hát amiből kiszabadította Isten, mert most már meg kell hozni Istennek a kegyelmét, ő eljárt kaszinóba. És olyan 100 millió forint körül sikerült neki rendezni minuszba, és, uh-huh. és hát ő hirdette nekem az örömhírt, ott édesanyámba bementünk, és anyukám elkezdett ott egy kicsit panaszkodni, hogy hát minusz 3 millió forint a gyerek, így áll, vagy 5 millió, nem is tudom már mennyi volt, hát azt mondja, mi az? Nekem 100 millió volt, mi az Istennek semmi. Aha. És akkor ő hívott el bennünket egy Isten tiszteletre, ez pénteki nap volt este. És ez volt az az ominózus, ez volt az ominózus alkalom, uh-huh. igen, és ülepődött meg legjobban a Laci, hogy leismertük. Azért mondom, Istennek volt már egy ilyen vonzása, és mikor lementünk oda, hát akkor én nagyon katartikusan találkoztam Istennel, körülbelül 3 órán át zokogtam. De minden terhét a bűnnek levette rólam ott helybe. Én ott befogadtam a szívembe Jézus Krisztust, előre rohantam, és befogadtam, és elindult egy csodálatos változás az életünkben. És ezt a Magdi rögtön észrevette. Ezt a Magdi észrevette, igen. Hát ez egy olyan volt azért, hogy ez este volt ez az alkalom, és 11 órakor vége volt, de én 2-kor keltem, mert mentem dolgozni hajnalba. Úgyhogy ez azért volt egy ilyen, Isten, egy hatalmas nagy erőadás is, hogy ezt bírjuk is, mert másnap meló, 2-kor meg kelés, akkor 11-től még nagyvenyimen laktam, akkor hazamenni, éjfél lefeküdni, 2-kor csörög az óra. Hát mikor először elkezdtük ezt a vállalkozást, mindig a Magdi löködött az ágyon, mert fölkettem, elaludtam ülve. Vagy 5 órán mindig ülve elaludtam, na indulni kell, gyerünk, nehéz hozzászokni. De Isten adott olyan erőt, hogy tudtam utána menni alkalmakra. És akkor elkezdett megváltozni, én dohányoztam, én úgy kezdtem a dohányzás, hogy 5 évesen volt az első 100 cigaretta a számba, és édesapámnak megszólták a boltba, hogy hát ezek a srácok visszahozzák az üres üveget, akkor meg a teljes üveg betétes volt, és szállanként veszik a cigit, hogy adhatom annyi pénzt nekik, hogy vegyen doboz cigit neki. Ez kiderült, hogy nem neki veszük a cigit, hanem mi szívjuk. A bátyám 10 éves volt, én meg 5, és akkor ott már előtte egy szállat én elbírtam szív, de addig ment a dolog büntetésből, a bátyám az többet szívott, a bátyám még mindig szívja, dicsőség az, hogy én 30 éves korom, amikor megtértem, akkor egy fél évre rámondta, aki a gyülekezetben beszélt, és mondta, hogy ha Isten azt akarta volna, hogy dohányozunk, akkor filtert rak a fejükre, hogy de szennyezzük a levegőt. Hát, és akkor mondták, hogy lehet imádkozni érte. És nagyon érdekes volt, mert nem alkalmon voltam gyülekezetben, hanem úgy egyszer úgy mondom, hát tényleg, ha lehet így imádkozni, imádkozom, Isten eléd megyek. Mondom, Fíres keresztény voltam, mondom, én se inni nem akarok, se dohányozni nem akarok. Szabadíts meg, mert sokszor le akartam tenni, de ez nem olyan egyszerű dolog. Lehet, hogy valaki le tudja tenni, de nekem nem ment. És akkor másnaptól nem hiányzott a cigaretta. Én utána 17 és fél évig körülbelül alkoholt se ittem, csak úrvacsorán mindig vettünk. Az volt a bemenet, most is megiszok egy sört, nem kell több. Jól esik, de tényleg dicsőség az volna, teljesen szabad lettem tőle. Nagy csoda, nekem nagyon nagy csoda volt az életemben, az egyik. Igen. Magdikám, akkor látod ezt a hatalmas változást, mennyi időbe telt neked, míg te azt mondtad, hogy jó, akkor én is elmegyek a gyülekezetbe? Körülbelül másfél év. Másfél év? Igen. Wow. Igen, és nem vele mentem el. Aha. Volt osztálytársa jött, hogy mennek a feleségével, vagyis jönnek Budapestre, és elmennék-e velük. Én anyukámat megkérdeztem, hogy vigyázná a kisfiunkra, és mondta, hogy elvállalja, persze, menjek nyugodtan. És elmentem, és engem akkor ott érintett meg az Úr. Előtte is volt olyan, hogy ebbe fogadtam a szívem, elmondtam az imát, csak azért, hogy békén hagyjanak.
Okay. Tudod? Igen, aha, igen, mert értem. Azt úgy éreztem, hogy ez, az erőltetett, az, az nekem nem kell. Tehát úgyis belép az Úr annak az életébe, aki, aki elhívott. Én ezt úgy érzem. És nem is, soha senkit nem is erőltettem arra, hogyha valakinek is hirdettem az igét, hogy, hogy de azért is térjél meg, menjél oda és mondd el az imát. Nem, nem szabad. Hagyni kell, az Úr majd kimunkálja. És ez a másfél év azért ez nem kevés idő. Te hogy bírtad, Attila? Hogy én, nagyon, én nagyon bírtam, mert nekem azért megváltozott az életem teljesen, dicsőség az Úrnak. És hát voltak anyagi problémáink, volt olyan helyzet, hogy kijött a végrehajtó, hogy viszi a telket, igaz? Mert a tele vagy mivel volt kapcsolat? Telekkel, nem a tele? Nem, na, mivel nem. Van? Úgy volt, hogy jött a végrehajtó, egyedül voltam otthon. Tehát a szüleim se voltak otthon, Attila dolgozott, és kiderült, hogy a barátnőmnek a barátja. És mondja, hogy ti laktok itt? Mondom, igen. Én akkor hozzátok jöttem? Mondom, igen. És minek jöttél hozzánk? Végrehajtani. És akkor meghűlt bennem a vér, mondom, ezt nem lehet. És mondta, hogy akkor sürgősen rendezzük a problémánkat, mert azért jött, hogy elvigye azt a büfékocsit, amivel mi dolgoztunk. Oh, wow. És így nem vitte el, hanem sikerült megúszni, mert már akkor is az, én még nem voltam megtérve, de már az Úr ott volt, hogy így elintézte a dolgot. Hát, bementem az OTP-be, ott kellett rendezni a dolgokat, és mondtam, hogy az a kérésem, hogy én 6 hónap alatt tudom ezt rendezni, ezt a tartozást, és szeretném, ha elfogadnák. Azt mondták, hogy eddig még senkinek nem fogadták el, de nekem elfogadták. És dicsőség az, hogy 6 hónap alatt tudtuk is rendezni, és azért nagyon érdekes volt, mert nem úgy kezdődött, hogy egyből bedőlt a lé, bedőlt a pénz, hanem sokszor, mikor adtuk fel a tartozásokat, meg rendeztük a dolgokat, sokszor édesanyámtól kértem 5000-et, hogy tudjak még csirkecombot venni, hogy elég legyen a vásározásra, úgyhogy egy ilyen szép felépítése volt Istennek az életünkben, úgyhogy azért mondom, hogy mi elég komolyat dolgoztunk is fizikálisan is, meg ez nem csak úgy jöttek a dolgok, de Isten kegyelmeben volt az életünkben teljes mértékben, dicsőség az Úrnak. És ebből a anyagi szorult helyzetből Isten kihozott, meg most már kezdted mondani az elejét, és én arra is rákérdeznék, hogy finoman fogalmazok, hogy el ne vegyem a mennyei jutalmatokat, hogy ez a nagy szíved van, ha látsz itt-ott szükségeket. Hogy ez hogy dolgozta ki benned, Isten? Bennetek volt. Szerintem, nálam egyből, szerintem ez alap volt, mikor én megtértem. Nagyon megérintett engem, mikor a Malakiás a tizedről én hallottam. Nekem egy fantasztikus dolog, hogy Isten ígéretet tesz, és azt mondja, hogy ez lesz, hogyha ezt megteszed. Tehát én teljes mértékben vele kapaszkodtam, azt mondtam, Uram, ha lehet számítani, 30-60-100-szoros nekem kell. Nincs mese. És elkezdtem adakozni, na jó, tényleg, kerestem, hogy és hol... És akkor is, amikor még nem volt. Akkor is. Ez nálunk bármi történt így az életünk során, mi ebben nem rendültünk meg az adakozás területén. Ez nálunk nem kérdés, hogy az első helyen van Istennek a menete. Én ebbe mindig ki is tartottunk, mert tényleg most én rendezem jobban az anyagi részt, mert én hiszem, hogy azért egy férfinak feladata is van a családban, hogy vállalja a felelősséget dolgokért, de a Magdi a hátsó motor, ami egy óriási dolog, mert óriási a vállalkozásban, amit ő nyújt, amit ő belerak, mert nála nélkül nem menne, de a döntéseket sokszor én hozom meg, és úgy beszéltük meg, hogy ezért otthon ő a királylány, itt meg én vagyok a királyfi, hogy én próbálom úgy rendezni a dolgokat, hogy ahogy, mert hiszem azért a Szent Szellem vezet bennünket, és hiszem, hogy mindig mutatja, hogy most merre kell, hogy kell lépni, mit kell csinálni. Néha jönnek el olyan helyzetek azért az embernek az életében, a vállalkozásban, és van bármi is, hogy csak nézd, de
szilárdan állunk a kegyelmen. Mm. Szilárdan hiszünk Istenbe, hogy, hogy nekünk a legjobbat készíti, bármi lesz is ebből. Ez nagyon jó volt, hogy azt mondtad, hogy ő a királylány, te meg a királyfi, de ez az elején nem így volt. Akkor a kapcsolatotok hogyan változott? Így egyszerre változott meg, vagy azért ennek is kellett idő? Miután megtértetek? Igen, amikor ő először megtért, akkor utána, ugye én figyelgettem, de tehát változott, nem ment el kocsmázni, szóval jöttek be a jó dolgok, és amikor hívogat, nekem nem kell, nem, én csak tiltakoztam. Te jó vagy enélkül is. Így van, így van, hát nem én voltam a kicsapongó, nem én voltam, aki volt. És úgy voltam vele, hogy még várok egy kicsit, Hogy igaz ez. Igaz ez, igen. És tényleg nagyon jó irányba ment az egész dolog. Teljesen megváltozott irányomba is, meg amúgy is. És akkor, még akkor jött be jobban ez a nagy változás, amikor külön költöztünk. És az mikor volt így? Mármint nem egymástól, hanem nem, a szülőktől. Nem, a szülőktől. Bocsánat, én is erre kérdeztem. Elnézést. Ez teljesen jó. A szülőktől költöztünk külön. Igen. Ez már a megtérés után megtérés volt? Megtérés után, igen. Mert olvasta a Bibliába az igét. Épp ezt akartam kérdezni, hogy a igébe elég következetes tanácsot ad. Igen, az igen nagyon jó tanácsot, és következetes tanácsot, így ahogy mondod. Nagyon érdekes az igéhez való viszonya, hogy én megfigyel saját életemben is, hogy én elfogadom igazságnak teljes mértékben az igét. Nekem az az igazság. Hát erre azt mondhatjuk, hogy jót teszel. De tényleg, mert nagyon jó bizonyság is, én hiszem a mi életünk ezen a területen, mert oda volt a vállalkozásunk kötve, ott volt kialakítva a telephelyünk, és akkor olvasom az igét, hogy elhagyja apját anyját. Tehát vidám voltam én egy ideig, mert úgy voltam vele, hogy hát nem apám, nem anyám, mik a tervességem van nekem. Hát azért a papa azt mondta nekem, mikor összeházasodtunk, fiam, gyere, és az átértékeltem az egészet, hanem csak valamilyen formában beléptem ebbe a kapcsolatba, úgyhogy ez nem jó. És mutatom a Magnát, mondom, nézd Magne, figyelj ide. Hát elhagyja apját, anyját. Hát a Magda azt mondja, az nincs odaírva, hogy a háza lesz, mondom, az nincs ott, hogy háza lesz, hanem menni kell ház nélkül. És az volt a nagyon érdekes ebbe az egész ott létünk, mert nem kellett hazadni kajára, nem kellett rezsit se adni, és nem tudtunk összegyűjteni pénzt, nem ment, nem működött a dolog. Igen. Nem aztán ment sehova. Ennyi pénzünk volt, hogy 5 hónap albilletet ki tudtunk fizetni, és egy olyan döntést hoztunk, hogy 7 kilométerre lakott nagybátyám, oda levittem a vállalkozást, ahol laktunk, meg ahol volt a vállalkozásunk, másik 7 kilométerre meg elköltöztünk, 5 hónap albérletet tudtunk kifizetni. És ráálltunk az igazságra, és vártuk azt, hogy Isten meg fog áldani bennünket. Mert azt mondja, aki keresik az Istent, annak bírni kell, hogy meg is áldja őket, mert jutalmat kapnak. És vártuk a jutalmat. Igen. És akkor elkezdődött az, de szorgalmasan, én szorgalmasan jártam Isten tiszteletekre, hát a fának is elmondtam, hogy meg kell térni nincs az a találkozás, ami volt ott az első alkalom, hát ez fantasztikus, az elmondhatatlan az egész nap, mikor tényleg az ember megszabadul, kicseréli az Isten a belsőt, egy új jön, és tényleg olyan, hogy volt, aki becsapott, kért kölcsön, nem érdekelt, nem számított, megbocsátottam, de az adás, az ott volt benne adás, ha valaki adott nekünk, akkor az Isten volt. Adatta a fiát, az egyszülött fiát. És azért nagyon nagy dolog az, hogyha valaki Jézussal tud találkozni, bűnei meg vannak bocsátva, egy új teremtés lesz. Óriási kegyelem, óriási csodák. Magdi, te akkor élted át az Istennel való találkozást, amikor először elhívtak a barátaid a gyülekezetbe, és ő nélküle mentél el? Ez volt az az alkalom? Igen. Neked is katartikus volt, hogy mesélj róla igen, egy kicsit. Igen. Tulajdonképpen végighallgattam az Isten tiszteletet, és a végén hívtak bennünket, hogy befogadhatjuk a szívünkbe Jézust, és ki az, aki szeretné befogadni. És megkérdezte tőlem a Tibor, na? És mondtam, hogy oké, menjünk. Aha. És akkor előre mentünk, és tudod, mikor imádkoztak, értem, lehet, hogy
azt mondjátok, hogy ilyen nincs, de engem úgy betöltött a Szent Szellem, hogy összecsuklottam. De, hiszük. És azután belépett úgy az Úr az életembe, hogy tényleg valóságos volt, elhittem mindent, és befogadtam úgy, hogy teljes mértékben ott voltam a szeren, hogy ez valóság, ahova ő jár, tényleg, ezt már nem lehet felülüberelni semmivel, mert ez olyan nagy csoda az életünkbe. És akkor azt hogy érted meg te belülről, hogy előtte azt gondoltad, hogy neked nincs különösebb szükséged a megtérésre, mert te amúgy is rendes lány vagy, és igen. Hogy az Attilának volt szüksége, neked nem. Hogy te magadon ezt hogy tapasztaltad? Tapasztaltál-e változást, vagy ha igen, akkor miben? Mert ugye úgymond ilyen cégéres bűnöket nem csináltál, tehát hogy egy jó kislány megtérése, hogy néz ki ez a kérdés? Igen. Hát valóságban az úgy történt, úgy éltem meg, hogy észrevettem azokat a dolgokat, hogy mi ki tudunk jönni az adósságokból, hogy ilyen történik, hogy a férjem bemegy az OTP-be, és elengedik az adósságunkat, hogy kapcsolatrendszerembe azokat, akiket tényleg nem kívántam oda, azok elmentek, és nem voltak ott az életemben azok a személyek többet. Csak azok, akik keresztények voltak. Lehet, hogy most sokan hallják ezt, akkor beindulnak az imára, hogy szabaduljanak meg ők is a kellemetlen emberektől. Egyébként van ilyen, igen, tényleg ez igei. Igen. Teljesen leválasztott bennünket Isten, olyannak látszó, hogy milyen fontos kapcsolatok, hogy csak azt mondja, hogy nincs. Eltűnt sehol. Nem volt benne semmi ima. Nem mondtam, ima nélkül, mert ima nélkül dolgozott az Úr. Világi személyekkel volt úgy kapcsolatunk a vásározás folyamán, hogy eljártunk együtt bulizni, szórakozni, pincékbe főzni, és akkor őket is úgy szépen fokozatosan leválasztotta az Úr tőlünk. És behozta a jókat. Igen. Lettek, most igen. Is vannak egy jó sor. Igen. Barátok. És közben még azt is elmondom, hogy ugye mi próbálkoztunk, hogy legyen kisbabánk még. Mert az Ati ott volt egyedül, és ráálltunk az igére. De nem sikerült. Úgyhogy én 3 babát elvesztettem, és nem tudtam, mi az oka. És akkor elkezdtem imádkozni az Úrhoz, hogy de Uram, nézd meg, hány éves vagyok, én még most szeretnék egyet, de már teljesen meddő voltam. Mert ugye a műtétek során valami történt, ami nem volt jó dolog. És imádkoztam az Úrhoz, hogy akkor még most, de most még bevállalom, később nem. Úgyhogy az Úrral én így beszélgettem, hogy nekem kell még egy baba. És akkor jött a csoda, a Gréta. A Gréta. És megkaptuk őt. Hány év volt a két gyermek, vagy van a két gyermek között? 13. 13? Wow. Igen. Az igen. Igen. De azt tudom, hogy az Úr azokat felneveli a számomra, akiket elvesztettem, és ők várnak majd. Amen. Ez így van. Köszönjük. Akkor volt egy másik csodálatos bizonyság, az is a Magdinak volt, mikor pajzsmirigy probléma volt. Arról is beszélj egy kicsit, légy szíves. Igen, volt egy olyan betegségem, hogy... Ez a Gréti előtt volt? Gréti előtt. Gréti igen. Előtt. Igen, hogy csak fogytam, és már a végén lassan dolgozni sem tudtam menni, mert amikor felkeltem, olyan rosszulétek jöttek rám, hogy egy fél órát kellett várjak, és ugye én autóba ültem, vezettem, mentem több száz kilométert egy nap, hogy dolgozni mehessek vásárba, és éreztem, hogy ez valami nem jó, és el kellett mennem orvoshoz, és elmentem, és megállapították, hogy van egy olyan nagy fokú pajzsmirigy túlműködésem, hogy ez műtét, vagy 10 évig szedem a gyógyszert, és eltemetnek. Úgyhogy ez azért a csoda bejött az életembe ezáltal, hogy
megszabadultam tőle, se gyógyszert nem tudtam szedni, mert azt csak 3 napig szedtem, és az meg elpusztította a fehérvérsejtemet, tehát nem volt semmi ellenálló képességem. És az orvos mondta, hogy azonnal abba hagyni, mert én, ha csak így csinálnak, hogy akkor én már meghaltam. Uh-huh. És mondtam, hogy ez nem igaz, ez így nincs jól, és beszéltem, mondom, Istenhez beszéltem akkor is, hogy ez csak egy állapot. Uh-huh. Ezt nem fogadhatom el, hogy ez valóság, ez csak egy állapot. És ebből én ki fogok jönni, és én meg fogok gyógyulni, és uh-huh. nem fogadom el ezt a betegséget. És akkor imádkoztak, úgy többen értem, és mentem vissza az orvoshoz, mert ugye pénteken, meg kedden vérvételre kellett mennem. És amikor pénteken levették a vért, még rossz volt, kedden már jó lett az eredményem. Wow. És vittem az orvosnak, és kérdezte a professzor, hogy hát mi történt? Mondom, imádkoztak, értem. Hát az nagyon jó. És meggyógyultam, dicsőség mm-hmm. az Úrnak, hogy mm. ebből is kihozott. Mm-hmm. Úgyhogy ez is azután történt. Mm-hmm. Én megtettem. Az, hogy titeket nyilvánvalóan elhívott az Úr másoknak a segítésére, ugye a Róma 12-ben van ilyen lelki szolgálat a szolgálatok között, tehát nem csak az Efézus 4:11, hanem ugye a Róma 12-ben ott sok gyakorlati szolgálat fel van sorolva. Részint így is, hogy az adakozó az adakozásban, meg a segítő a segítésben, szóval ezt nagyon lefeditek, ezt a területet. Ez inspirálta esetleg másokat, akik nem értették meg addig az adakozást arra, hogy miután gondolom ti ezt hirdettétek is, vagy amennyire ismerlek benneteket, biztos, hogy megtapasztaltátok az Isten valóságos gyakorlati segítségét a saját életetekben, pont ezeknek az igéknek a megértésével és gyakorlásával, hogy amikor beszéltetek embereknek róla, akár keresztények, akár nem keresztények, hogyan fogadtak általában az emberek, és úgymond van-e annak gyümölcse, hogy ti erről bizonyságot tettetek más ember életében? Uh-huh. Először én hadd mondjam, uh-huh. jó? Uh-huh. Először az én életemben kellett változás. Uh-huh. Mert ő nagy adakozó volt, de én azt mondtam, hogy azért még na, hát nincsen, uram, hát nincsen. És volt olyan, hogy én például elmentem mosdóba, adakozás volt, levetette az óráját, bedobta. Uh-huh. Visszamentem, hol az órád? Bedobtam. Uh-huh. És csak ilyen lazán. A következő uh-huh. alkalom aranyakláncot dobta be. Akkor olyan volt, hogy nem volt több pénzünk, csak 100 000 forintunk. Akkor vett egy autót egy testvérnek. És akkor én csak néztem, mi történik. Na. De mindig volt pénzünk. Tehát, de akkor ezek a változások úgy jöttek be az én életembe is, hogy meg kellett tapasztaljam, hogy például eladtuk az autót 100 000 forintért, 50-et te dobsz be, 50-et én. Mit? Én 50-et? Hát az kell, de nem, bedobtuk és volt. Tehát én saját magamon is megtapasztaltam ezeket a csodákat, hogy bejöttek az életembe. Te magyarul teljes egységben vagytok most már ebben, ha jól értem. Igen. Igen. És mit jelent akkor, amikor adakoztok számotokra? Tehát ahogy el is mondtátok, nyilván ez nem egy kényszer, hanem egy megértett igei igazság. De azt gondolom, hogy azért lenne jó, ha elmondanátok, én ezt mind persze feltételezem, de szinte biztos vagyok benne, hogy így van, mert én magam is így tapasztalom, hogy az, aki ezt nem teszi meg, nem tapasztal meg sok mindent. Tehát most nem csupán csak az anyagi részét mondom, ami nyilvánvaló ígérete Istennek, mint ahogy Attila is idézte az imént, hogy 30-60% annyit tud Isten adni, ha vetünk az ő munkájába, vagy a könyörületességet gyakoroljuk emberek felé, tehát segítünk embereken, de hogy mi plusz van még ebben, túl azon, hogy igen, Isten hűséges, tartja a szavát, és úgymond számíthatunk arra, hogy anyagilag is megáll, de ezen kívül mi még, ami áll? Hát a jobb adni, mint kapni, ezt nem csak a boxolók tudják, mert ezt tudjuk mi is, hogy így működik.
mikor az ember tud másnak segíteni, egy, te olyan örömöt tapasztal meg, ami amúgy nem tapasztalja meg szerintem. Na most az már, mert azt mondja az Isten igéje, hogy magot ad a magvetőnek, egyenet az éhezőnek, mikor tényleg el tudunk oda jutni, hogy már folyamatosan adja magot. Dicsőség az Úrnak, hogy egy olyan bevetett terület van az életünkbe, ami kialakult azért egy 95-től, azért egy időszak kellett neki, még szépen egy vetem, mikor az aratást utaléri. A vetést utaléri az aratás, dicsőség az Úrnak. Na most ezek, mikor az ember ezt meg tudja tapasztalni, de visszatérve az előbbi kérdésedre még, hogy kik felé tudtunk ebbe, úgy így. Nekem az egyik legjobb példa talán a Ricsi barátom, aki megtapasztalta ezt, mikor még abban az időben beszélgettem vele kint, ahol ő lakott, és mondtam neki, tizedről beszélgettem vele, hogy milyen jó dolog, hát minden baja volt, a haja is kigyulladt tőle, hát mondta, akkor, hogyha, hát milyen az ember majd, ha plusz lesz, meg így, meg úgy. Győzködtük, beszélgettük, és olyan mértékben, hogy azt vettem észre, hogy úgy túlnőtt, hogy dicsőség az volna, hogy csak nézek rá, örvendezek benne, hogy fejlődik, hogy, és ő is megtapasztalta azt, hogy ez a pénz itt egy eszköz. Ez egy eszköz, amit Isten arra használ, hogy tényleg tudjunk mások fele jót cselekedni, mert azt mondja, olyan népet teremt, hogy cselekedjünk jót. Na most azért nekünk nagyon fontos, hogy Isten igéje szerint éljük az életünket, én így élem meg, megörvendeztetni az Isten, nagyon nagy dolognak tartom, hogyha azt mondja, jó kedved, akozó, szereti az Isten, megörvendeztetni, ez csodálatos, mert azt mondja, az Úr öröm, mi erősség, amikor örvendezik az Isten, akkor mi erősödünk, csodálatos igazságok vannak, ami bent tud lenni az életünkbe szerintem. Köszönjük szépen, nagyon csodálatos volt így végighallgatni a bizonságotokat, és hát nagyon reméljük, hogy nem csak nekünk volt csodálatos, részben már tudtunk dolgokról, de nekünk is voltak új információk. Isten gazdag áldását kívánjuk továbbra is az életetekre, és köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra! Love Story és azután.